1-2, sziasztok, újra vasárnap, újra MAF TV ittelmettem, vendégem Kopi Zor, szervusz, szia, örülök, hogy itt vagy, és eljöttél hozzánk, mit fogunk ma tőled hallani, és hogy vagy, azt is áruld el nekünk. Sziókkal, hát a szokásos house-okat hoztam, amiket szoktam, nagyon jól vagyok, körülményekhez képest, ugye a mostani vírushelyzet, megmutatjuk, amit hoztunk. Na szóval, akkor következő egy órában Kopi Zor, de mielőtt tovább mennénk, a szokásos dumámat elmondom, lájkoljátok a Facebook oldalunkat, kövessetek be minket az Instagramon, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és legfontosabb, szóljatok hozzá, hogy tetszik az adásunk. Jó szórakozást kívánunk a következő egy órához, egy és fél órához, bocsánat, Kopi Zorral. Sziasztok!
We'll be right back.
Thank you.
You know.
And that music. That
Start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. We'll be right back.
that shit. Hold on. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I wanna get high with you.
Szuper, köszönjük szépen ezt a remek szettet, újra itt vagyunk, itt van a MAF TV Extra, itt elmentem Kopizor, mai vendégünk, remek szettet játszottál le nekünk. Hogy érezted, milyen volt ez a mai szetted? Nagyon jó, milyen volt zenélni újra így a Covid alatt, hogy van lehetőség zenélni akár? Hát nagyon jó, már nagyon hiányzott, úgyhogy alig vártam, hogy kijöjjön belőlem. Köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem.
tényleg jól éreztem magam. Szuper, én is örülök, te is voltál már, mint Riskid múlt héten, te is már megfordultál nálunk a stúdiónkban, akkor csak pár mondatban beszéltünk egy kicsit, most újra felteszem neked ezeket az aktuális kérdéseket, amiket fel tudom tenni így a kedves vendégének, hogy a nézőink is jobban megismerjenek. Kezdjük az elejénél. Te ki vagy, hogyan kapcsolódik az életedbe a zene, hogy jutottál el idáig, hogy a DJ pult mögött állsz itt vasárnap nálunk itt a stúdióba? Mi a te történeted? Hát az én nevem az Kopizor, az Bognár Attila. Hát igazából úgy indult, mint nem kevés DJ-nek szerintem, hogy házi buliból. Aztán utána jött egy olyan suli buli, amin igazából nem is tudtam, hogy fellépek, csak a plakáton láttam magam, és aztán eleinte izgultam miatt rendesen, de aztán jól sült el nagyon. Onnastól jöttek a szalagavatós bulik, klubos bulik, és így tovább. Ma ezt a house-os vonalat hallottuk, és amióta ismerek, mindig house-t, deep house-t és hasonló ilyen ágokat játszottál. Mindig is house-szal kezdtél el zenélni annó is, vagy van ennek valamilyen pár éve, hogy te valami másról jöttél át house-ra, vagy van ennek valamilyen sztoria? Eleinte egy kicsit azért erősebb vonalakat játszottam. Techno. Így van, de aztán ugye az évek során így szépen az elkopott, és maradt csak a house. De a house állt mindig a legjobban a szívemhez. Kik voltak azok az előadók, akik így húztak, akiket elkezdtél akár hallgatni így a kezdeti stádiumba, és kik azok, akik most inspirálnak, kinek a trackjét játszott szívesen? A technóról való átállás szerintem Márko Karolának köszönhető még a keceles időszakból. Ott teljesen átvitte az egész hát a hangulatot, vibe-odat house-ra. Igen. És szerintem ez most is tart, mert még mindig ő a kedvencem, úgyhogy igaz, hogy nem teljesen olyan szettet hoztam, de olyat is Károla szívesen. Örök. Igen. Te a Riskiddel szoktál együtt játszani sokszor, együtt látjuk a neveiteket. Ugye most itt van ez a Sweet projekt, amivel múlt héten már beszélgettünk Riskiddel, hogy ez egy ilyen induló, ilyen kezdetleges fázis. Milyen egyéb projektetek van, amit visztek, amivel szoktatok zenélni? Tavaly volt fesztivál, ahol zenéltek sokat. Mesélj nekünk erről, hogy mi volt, milyen projektekben vagy. Hát ugye ezen kívül van a Kispéntek, ami szintén Misihez köthető. Ami hozzám köthető, az a House Jam. Számos bulit csináltam már, ezt főleg eddig vidéken, de azért a nevét azt belevisszük ezekbe a projektekbe, hogy ott szerepeljen. Igen. És akkor ez nagyjából adom a house fanoknak szól. Igen, ez egy kicsit erősebb tech house, ilyen Lapera Recordings, ilyesmi vonalat követ. Aha. Uh-huh. És ezek, amint az előbb említetted, hogy ezek inkább vidéki orientációban vannak jelen, vagy Budapesten is vannak ilyen rendezvények? Szeretnénk majd Budapesten is, persze. Egyelőre vidéken csinálgattam. Egy ilyen 8-10 bulin vagyunk túl. Mindegyik jól sikerült, egyre jobban, úgyhogy remélem. Pozitív feedback-ek, minden jött vissza. Igen. Következő kérdésem kicsit a jövőről szól, hogy mi a cél neked, mint karrierben elérni, mik a vágyok, milyen álmok vannak még előtted, amiket még szívesen így behúznál így az életedben. Hát így a klub életből egy kicsit, azt is nagyon szeretem, szeretném továbbra is csinálni, de jó lenne egy a következő mérföldkő, hogy a hazai fesztiválokon jó lenne megjelenni. A hazai nagyobb fesztiválokon. Mondj példát, lehet, hogy itt valaki olyan hallgat, aki megkapja ezt az infót. Beamy Lake, Balaton Sound, Sziget akár. Akkor az elektrikus cuccokon, hogy a house részétben te gondolkozol. Nagyon jó lenne egy nappal itt pulit tartani valahol. Nem tudom, hogy állsz a zeneírással, vagy van ilyen produceri ambícióid esetleg vannak-e, hogy jövőben zenét ír, vagy van ilyen koprodukcióban valakivel közösen össze, és van ilyen saját szerzeményeket publikálni esetleg. Egy jó ideje foglalkozok vele, meg csinálgatom. Igaz, hogy végtermék az nagyon nincsen így publikálva, de jó lenne a jövőben ezt is mesterfokra. A Covid téged te grafikusként, meg médiában dolgozol, de nagyon-nagyon érintett téged is, mint vendéglátós, mint DJ, mint előadó ez az egész Covid helyzet, amit most kialakult. Ez a pandémia téged hogy érintett így zeneügyileg? Most félre téve, hogy nincs rendezvény, de zeneügyileg több időd van zenékre, vagy zenével foglalkoznod, vagy épp hogy kevesebb, mert esetleg más munkák jöttek közbe így a Covid pandémia által. Hogy néz ki ez nálad, ezt hogy éltette meg?
Hát fellépésügyileg ugye nulla. Úgy jártam, mint szinte mindenki, hogy nulla. Magamnak szoktam zenélgetni igazából, azt sose fogom abba hagyni, a zeneválogatás ugyanúgy megy. Nagyon várjuk, hogy visszajön az egész. Mi lesz az első, amit fogsz csinálni, hogyha kinyitnak a kapuk, és lehet dajdajozni, érezni a hajamat, mi legyen az első ilyen terv, amit így hát, kinézek valami királybulit, aztán elmegyek. De az lenne a legjobb, hogyha a királybuliba zenélni is lehetne, úgyhogy bízunk minden jóban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Még utoljára egy kérdés, hogy hol találunk téged meg, milyen platformokon tudunk téged elérni, visszahallgatni, követni. Hát ugye mi mindenki a Facebookon, Mixcloudon, Soundcloudon. Per Kopizor mindenhol. Per Kopizor, igen. Szuper. Köszönjük szépen nektek, hogy itt voltok most vasárnap este, remélem ti is olyan jól szórakoztatok mindél, hiszen jó, most az elmúlt három adásban ugye most így egy brunch jött el, ez volt a záró adás, ugye a Sweetnek. Szuper kis house setteket hallhattunk itt vasárnap. Még egyszer nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jó volt. Mielőtt kikapcsolnánk az adást, viszont elmondom a szokásos monológumat, lájkoljátok a Facebook oldalainkat, kövessetek be minket az Instagramon, és aki nem tette volna meg, az iratkozzon itt len, iratkozzon föl a YouTube csatornánkra, és nyomjon a kis csengőcskét, hogy nem maradjon le egyik adásunkról se. Sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek!